Önkormányzati választás. Időközi önkormányzati választást tartottak a 4-es választókörzetben. Modern városok, több 10 milliárdos fejlesztések Dunaújvárosban. Orbán Viktor aláírta a Modern Városok Program Dunaújvárosi szerződését. Várakozás. Pecsét István nem az eredeti július 7-i időpontban, hanem később július 19-én utazik Kínába gyógykezelésére. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. Időközi önkormányzati választást tartottak a 4-es választókörzetben. A körzetben 3666 választásra jogosult választó polgár reggel 6 órától egészen este 7 óráig adhatja le szavazatát a képviselőjelöltekre. Ezek a felvételek a 14-es szavazókörben készültek az időközi önkormányzati képviselőválasztáson. A Munkásművelődési Központ is egyike volt azoknak a szavazóhelyeknek, ahol leadhatták szavazatukat a 04-es választókörzetben élők. Az érintett városrész lakói szerint fontos részt venniük a választáson. Azért tartjuk fontosnak, mert reméljük, hogy több lesz a nyerem, vagyis az egészség, jobb életviszony lesz, ebben reménykedünk. Hogy reméljük, hogy jobb lesz minden, ami idáig volt. Hát természetes dolog, hogy ugye, aki visszaadja, akkor azt helyett mást kell választani. És ez teljesen mindegy, hogy most melyik párthoz tartozik. Jobb legyen a tulajdonképpen a közösségnek annak, akit válaszza őket. A lakók között voltak olyanok is, akik bíznak abban, hogy sikeresen tudják hallatni a hangjukat. Hát nem sok reményem van hozzá, de azért bízok benne, hogy ezért elhallatszik magasabbra is. Hát, hogy elintézzék a városi rész dolgait, még szebb legyen a városrész, holott most már nagyon szép. Szeretettel köszöntöm Önöket Dunaújvárosban. A helyi választási bizottság elnöke Vargáné Sűrű Renáta sajtótájékoztatón értékelte a választási nap eseményeit. Kiemelte, a 15 órai összesített adatok szerint a választásra jogosultak 25,2%-a adta le voksát. A mai napon az időközi választás kapcsán arról tudom Önöket tájékoztatni, a 15 órás eredmények 25,2%-os választópolgári részvételt mutatnak az adott körzetben. Ez a részvételi arány összehasonlítva a 2014-essel, ami 26,8% volt, alig marad el attól, tehát egy elfogadhatónak mondható. A mai nap teljesen nyugodtan zajlott. Hozzátette, a helyi választási bizottság egy kifogást bírált el, amely nem a választás napján keletkezett, viszont a választási törvény szerint még az érkezéstől számított 3 napba belefért. Továbbá a 17-es szavazókörben történt egy rendkívüli esemény, ahol egy választópolgár rosszul lett. A 04-es választókörzet időközi önkormányzati választásra jogosult 3666 lakója reggel 6 és este 19 óra között adhatja le szavazatát a számára leginkább alkalmas képviselőjelöltre. Ezt követően a helyi választási bizottság tagjai összesítik a szavazatokat, majd vasárnap este várhatóan 21 órakor sajtótájékoztatón ismertetik az új képviselő személyét. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította. Újra indul az élményfürdő és összekötik az úszodával. 1800 férőhelyes kézilabdacsarnok épül, rendeződik a zöld STK helyzete, és a vasútállomás mellé költözik a buszpályaudvar. Lesz új szálloda, és még 11 hasonló fejlesztést jelentett be a miniszterelnök Dunaújvárosban. Orbán Viktor arról beszélt, hogy a politikában is vannak becsületbeli ügyek, és Dunaújváros városa ilyen. Nem ipari város, hanem 15 év múlva is modern ipari város lesz a Dunaújváros. Valódi modern ipari várossá kell fejlődnie Dunaújvárosnak, be kell tudnia kapcsolódnia a mazajló ipari forradalomba, erről beszélt a miniszterelnök. A gazdaságfejlesztési program egyik pillére egy áruforgalmi csomópont lesz, amihez 500 hektár területet biztosít a kormány. A miniszterelnök szerint Dunaújvárosban hamarosan munkaerőhiány lesz, ezért fontos a térség összekapcsolása a várossal. Mint egy 4 milliárd forint értékben útfelújításokat fogunk végrehajtani Dunaújváros, Nagyvenyi, Mezőfalva, Sárbogárd irányba, később pedig Cece, Németkér és Paks irányába is, és ezt az egész térséget föltárjuk.
A béketéri buszpályaudvart átköltöztetik a vasútállomásra, így egy modern közlekedési csomópont létesül 3 milliárd forintból. És az összes városi buszt hamarosan elektromos meghajtásúra cserélik, erről a kormány pénteken a Nemzeti Busztratégia kapcsán dönt. A Dunaújvárosi Egyetem pedig pénzt kap arra, hogy hamarosan elindíthassa az elektromobilitás kutatást és képzést. Van egy SEB a város testén, ez egy egykori orvosi rendelő, ami most egy torzó. 1 milliárd forintot ad a kormány a zöld esztékára. Még nem dőlt el, hogy felújítják-e és irodákat helyeznek el benne, vagy lebontják. Az élményfürdő is hamarosan ismét a város lakóié lesz. Dunaújváros 3 milliárd forintot kap a rendbetételére, és arra, hogy visszaszerezze a banki tulajdonból. Megállapodtunk abba, hogy azt onnan ki kell szabadítani, meg kell szerezni, fel kell újítani, működtetni kell és össze kell kötni a Fabu úszodával, amit szintén rendbe fogunk hozni, tehát az egész térséget rendbe fogjuk ott hozni. A radari sporttelep is megújul, 700 millió forintot költenek rá, hogy a birkózók, illetve a többi sportoló is kulturált körülmények között készülhessen. A kormányfő azt is bejelentette, hogy a 2017-es állami költségvetésben külön soron szerepel a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia sportcsarnoka. Az 1800 férőhelyes csarnokra 2 milliárd forintot szánnak. Most fogadja el a jövő héten reményeim szerint a Magyar Országgyűlés a 2017-es évi költségvetést, és abban külön soron szerepel a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia számára építendő csarnok, sportcsarnok. 2 milliárd forintos tétellel egy 1800 férőhelyes csarnokot fogunk megépíteni. Nincs a városnak egy komoly szállodája. Egy szálloda nélkül a modern világban pedig nehéz boldogulni, ezért a kormány segítségével az is épül, mondta Orbán Viktor. A Montba kúriába költözzön a múzeum, és a múzeum helyén pedig jöjjön létre egy városi szálloda. Az üzemeltetésről, tulajdonlásról meg majd a város dönt. Ez 2,9 milliárd, tehát majdnem 3 milliárd forint költséget jelent. 900 millió forintot biztosít még a kormány víztisztításra, illetve a vízközmű hálózat felújítására további 1,2 milliárdot. A városi arborétum felújítására 100 millió, a volt Vidám parkra pedig 380 millió forint jut a Modern Városok program keretében Dunaújvárosnak. Pecsét István tovább vár. A súlyos betegséggel küzdő fiatalember nem június 7-én, hanem csaknem két héttel később, június 19-én utazik Kínába gyógykezelésre. Erről maga István, valamint Cserna Gábor polgármester sajtótájékoztatón számolt be. Segítsük, Dunán segítse meg ezt a gyógykezelési folyamatot, amelynek a végén reményeink szerint, és a Jóisten meg hálát adva. Cserna Gábor, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere nyitotta meg azt a sajtótájékoztatót, amelynek apropója Pecsét István eredeti június 7-i Kínába való utazásának eltolódása. Ennek oka, hogy Pecsét István orvosa ebben az időpontban nem fog Kínában tartózkodni. Továbbá az is, hogy egy újabb halmozódást találtak a májánál. Az új időpont június 19-e. Mivel a PET-CT jelzett a májam S8-as régiójában is egy halmozódást, és csak úgy kezdik meg a gyógykezelésemet, ha ő is átnézte azokat a papírokat. Úgyhogy hát a PET-CT a vastagbél felső szakaszában is jelzett halmozódást, de azt sikeresen kizárta. Vastagbél tükrözés, a szövettan az hál' Isten gyulladásos folyamatot írt le. A májban is ezt a gyulladás folyamatot sejtik. És ez a póló, már itt szimbolikusan is, de elkísérde, és vele tartan a Kínában, és hogyha ránézel, akkor is... A sajtótájékoztatón városunk polgármestere útravalóul egy veled vagyunk feliratú egyedi pólóval lepte meg Istvánt, aki szintén egy pólóval kedveskedett Cserna Gábornak, amelyet miskolci bányász hallgatók készítettek el veled vagyunk Pisti felirattal. Pecsét István elmondta, szentül hisz a gyógyulásában, és tudja, hogy az elmúlt hónapok példátlan összefogása nem fog kárba veszni. Én ezzel a lehetőséggel élve, én meg is fogok gyógyulni, én ezt úgy hiszem. Szóval azt, amit én láttam az orvosi papírokban, azt, amiket átnéztem, nagyon-nagyon sok itteni orvossal beszéltem, és hát külföldi szakorvosokkal is beszéltem, amit a futásokkal, az e-mailen és Skype-on keresztül, úgyhogy ez egy sikeres folyamat lesz. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez külföldön ezt le fogok tudni győzni ezt a
ezt a rákot. Továbbá elmondta, a június 19-én megkezdődött kezelése másfél-két hónapot vesz majd igénybe. Natív kórházról van szó. Felújítják az építő kutya a Szórád Márton út és a Görbe utca közötti szakaszt, többek között a teljes útburkolatot, az alatta lévő alépítményt és a buszöblöket is kicserélik. Mindezt azonban a jelenlegi közműrekonstrukciós munkálatok elvégzése után. A teljes útfelújítás pályázati és önkormányzati forrásból valósul meg, amelyet a DVG ZRT szakemberei végeznek el, és várhatóan augusztus 31-ig adnak át. Állatok folynak az építők útján. A Szórád Márton út, a Görbe utca és az építők útja közötti szakaszon a teljes útburkolatot, az alatta lévő alépítményt, az aknafedlapokat, a buszöblöket és a taxidrosztokat is kicserélik, mondta el televíziónknak Nagy Zsolt, a kivitelezési munkálatokat végző DVG ZRT ágazatvezetője. A teljes útfelújítást azonban még számos rekonstrukciós feladat előzi meg. A felújítási munkákat megelőzi az lévő közművek rekonstrukciós munkái, távhő vízvezeték, szennyvízvezeték felújítása. Most jelenleg ennek a munkálatai zajlanak. Az összes közműfelújításnál ugye a munkaárkokat ki kellett alakítani. Jelenleg folyamatban van még a föld munkáknak a kivitelezése. Az ágazatvezető kiemelte, csak és kizárólag a rekonstrukciók elvégzése után kezdődik meg maga az útfelújítási munka, amely pályázati összegből és önkormányzati forrásból valósul meg. Első ütemben kiépült ennek a ideglenes forgalom technikája, a parkolás, a személyautók az építőkutyának erről a szakaszáról kilettek terelve, korlátozva lett a forgalom. Az első napokban ez kicsit nehézkesen ment a gépjárművezetőknek, de most azért már a harmadik hetében járunk a kivitelezési munkáknak, és úgy néz ki, hogy már mindenki megtanulta a közlekedést. Hozzátette, a felújított útszakasz környékén élők mindennapjait a munkálatok nem hátráltatják és nem veszélyeztetik. Csupán a bontási tevékenységekkel járó zaj az, ami esetleg megzavarhatja nyugalmukat, amiért a dolgozók, a lakók szíves elnézését és további türelmét kérik az elkövetkezendő hónapokra. Hétfőn északkelet felől csökken a felhőzet, sok napsütés várható. A déli tájakon eleinte még több lehet a felhő, itt zápor, zivatar is előfordulhat. 22 és 27 fok között alakul a délutáni órák hőmérséklete. Most következzenek főbb híreink, még egyszer, röviden. Önkormányzati választás. Időközi önkormányzati választást tartottak a 4-es választókörzetben. Modern városok, több 10 milliárdos fejlesztések Dunaújvárosban. Orbán Viktor aláírta a Modern Városok program Dunaújvárosi szerződését. Várakozás. Pecsét István nem az eredeti július 7-i időpontban, hanem később július 19-én utazik Kínába gyógykezelésére. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne felejtsék, holnap ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával.